Egy 7 éves kislány is felajánlotta levágott haját rákos gyerekeknek Szombathelyen, azt mondta, a testvére miatt. Az elmúlt napokban futótűzként terjedt a városban, hogy rákos gyerekek parókáihoz gyűjtenek hosszú tincseket. A szervezőt is meglepte a rengeteg felajánlás. Azok a fodrászok, akik szintén csatlakoztak és ingyen vállalták a hajvágást, alig győzik a sok munkát. Kicsi fodrászüzlet Szombathely belvárosában, szinte egymás kezébe adják a kilincset azok a vendégek, akik jótékonyságból szabadulnának hosszú fürtjeiktől. Férfiak, nők és gyerekek érkeznek, hogy levágott hajukból rákos fiataloknak készülhessen paróka. Perger Csenge évek óta növeszti a fürtjeit, most pedig bátorítja a fodrászt, hogy vágjon nyugodtan. Rákos gyerekeknek szeretnék segíteni, mert a tesóm is úgy halt meg, hogy nem volt haja. Csenge nővére agydaganatban halt meg. A 7 éves kislányt senki sem bíztatta a hajvágásra, magától döntötte el, hogy segít. Szívesen adja a haját. Mondom, most is úgy jöttünk, hogy mikor jövünk már, hogy ő szeretne segíteni a gyerekeken, hogy örömet szerezzen nekik. A parókákhoz 25-30 centis fürtök kellenek, Csenge hajából is ennyit vág a fodrász, a kislány pedig elégedett a végeredménnyel. Neveztem, és újra levágatom. A szombathelyi hajgyűjtés szervezője Mák Dóri, neki egészen rövidre kellett vágni a haját, hogy meglegyenek a kellő hosszúságú tincsek. Igazándiból én csak felraktam a közösségi portára, hogy gondoltam 3-4 ember csatlakozik, és akkor egy komplett paróka meg lesz 3-4-ünk hajából. Nem számoltam ekkora mennyiséggel, örülök neki, hogy ennyien csatlakoztak. Ami nagyon feltűnt, hogy a 7 és a 19 évvel közötti korosztály hihetetlen mennyiségben jelentkezik. Néhány nap alatt 100-an jelentkeztek, ennyi ember hajából pedig már 25 paróka is készülhet. Az akcióhoz csatlakozott fodrászok nem kérnek pénzt munkájukért. Örülök, ha hozzájárulhatok annyiba, hogy legalább úgy menjenek ki az utcára, hogy tetszik nekik is. A Szombathelyen levágott tincseket a Gyermekrák Alapítványhoz juttatják el. Ők vállalták, hogy a rászoruló fiataloknak parókát készítetnek.